Nézzük a járvánnyal kapcsolatos híreket. Ideiglenes engedélyt adott ki a Magyar Gyógyszerészeti Hatóság az orosz vakcinára. Ez egy fontos lépés, de nem az utolsó az oltóanyag tömeges használatához. Az OGI szakértői azt mondták, hogy meggyőződtek arról, hogy a Sputnik nevű készítmény, amelyel tudjuk Oroszországban és a világ számos pontján már emberek millióit oltották be, biztonságos. Közben az Origo úgy értesült, hogy hamarosan az oroszhoz hasonló elven működő brit oltóanyag, az AstraZeneca vakcinája is jóváhagyást kaphat itthon. A mai napon ki is tudtuk adni az engedélyünket. A november óta tartó vizsgálatok lezárultak, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet pedig szerdán kiadta az engedélyét az orosz Sputnik vakcinára. Ezt az OGI főigazgatója közölte az M1-jel. Szent Iványi Mátyás elmondta, az engedélyezés általában egy hosszú folyamat, most alig több mint 2 hónap alatt sikerült teljesíteni, ami hatalmas eredmény. A főigazgató arról is beszélt, szakembereik jelenleg is kint vannak Moszkvában, ahol meggyőződhettek a gyártó és kutatóhelyről. Az OGI azért adta ki az engedélyt, mert meggyőző érveket látott arról, hogy a vakcinának nagyobb az előnye, mint a kockázata. Amit még kiadtunk, az nem más, mint egy ideiglenes használatba vételi engedély, tehát felhasználásra adtunk engedélyt Magyarország területén. Az engedély a jelenlegi magyar jogszabályok alapján született, 6 hónapra szól, ez a 6 hónap ez egyszer meghosszabbítható további 6 hónappal. Az intézet most a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére vár. Ők néhány hét alatt megállapítják, hogy a vakcina valóban megfelele annak, ami a róla szóló dokumentumokban szerepel. Az NNK minden egyes gyártási tételt újra és újra meg fog vizsgálni. Az orosz vakcinával világszerte zajlik a tömeges oltás. Oroszországban már több mint 1,5 millió ember kapta meg a Sputnikot, de például Argentínában is ezzel oltanak. A külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében arról beszélt, megérkezett Magyarországra az orosz oltóanyag megvásárlását lehetővé tévő szerződés tervezete, amit már a magyar jogászok tanulmányoznak. Mai, illetve holnapi oroszországi gyárlátogatások, valamint az oroszoktól kapott dokumentáció áttekintése után a gyógyszerészeti hatóságunk úgy dönt, hogy megadja a vészhelyzeti használati engedélyt az orosz vakcina magyarországi használatára, akkor alá tudjuk írni a szerződést, és a megállapodást tudunk kötni arról, hogy Magyarországra nagyszámú biztonságos oltóanyag érkezzen. A Sputnik fejlesztői közben az orosz oltóanyag európai bejegyzését kérték, az uniós vizsgálat februárban indulhat el. Bár az egész unióban nagyon lassan zajlik az oltások beadása, a bizottság elnöke szerdán is nagyon optimista volt, és abban bízott, hogy hamarosan felgyorsulnak a tagállamokba irányuló vakcina szállítások. It is good to have ambitious goals. Tudjuk, hogy több vakcina is érkezik, a BioNTech után jött a Moderna, hamarosan itt lesz az AstraZeneca, miközben a többiek is folytatják a szállítást, fogalmazott Ursula von der Leyen. Bár itthon is lenne kapacitása jóval gyorsabb oltásra, de egyelőre Magyarországra sem érkezik elég vakcina. Az M1 megkeresésére a Pfizer elmondta, az év végéig 6,6 millió adagot szállítanak hazánkba, ennek egyelőre töredékét kap meg, a nagyobb mennyiségek szállítása pedig csak a második negyed évtől indulhat. Ugyanerre számíthat a többi uniós tagállam is. Gál Kinga néppárti európai parlamenti képviselő szerdán felszólította az EU tanácsának portugál elnökségét, tegyen meg mindent azért, hogy Európában is legyen elég oltóanyag. Emlékeztetett, az emberek vissza akarják kapni a régi életüket. Azt nem lehet megmagyarázni, hogy amíg az unión kívül milliószámra oltanak, addig nálunk hiányzik az oltóanyag. Ez megrendíti az uniós intézményekbe vetett bizalmat. A bizalom a kulcskérdés. Az EU-s tagállamok vezetői csütörtökön videokonferencián tárgyalnak az oltás helyzetéről.